aranykaja, ezt fogjuk ma csak enni, semmi mást. Vettünk hozzá mindenféle szágot, vettünk hozzá aranyport, vettünk aranygyöngyöket. Azt én majd én. Én veszem már videó. És vettünk aranyat. Vettünk olyan aranyfóliát, amit bármilyen kajára rá lehet rakni, és akkor 24 karátos lesz. Higgyitek el, nem volt egy olcsó mulatság ez a videó, úgyhogy mindenféleképpen nyomj egy lájkot, azért, hogy legyen... Mit pénzünk. Kibontsam? Olyan gyerek, hogy hallok. Kibontsam? Igen. Oké. Csillog. Hallod? Csillog. Felkészülve rá vele? Mm-hmm. Biztos? Igen. Biztos! Biztos! Ez komoly. Itt vannak az aranyfóliák benne. Csak nem szerem még szét, de itt látható mondjuk egy. És ez bármilyen kajára rárakhatjuk, és tényleg... Aj. Aranyat fogunk szarni. Ennyi. Vasztalat! Ez most miért kellett, Balázs? Sziasztok! Akkor csinálj már abból a szempontból, hogy te bontod ki, jó? Vasztalat! Ezt nem hiszem el! Ezt hogy? Ez tényleg 24 karátos, amúgy hiszitek, hogy sem. Én nem hiszem el. Persze, hogy nem hiszem el, mivel én a s***fej vagy. Te jó érdekel. Így csinálod. Bede, Bede, mit csinálsz? Jaj! Bede, esik szét, de... 24 karát Bedének ennyit ér. Bede... Csináltak már valamit! Ezt most úgy fogja megcsinálni, hogy mivel... egy, kettő, hárman vagyunk, ugye? Hárman vagyunk? Kamilla, ne produk***! Na, most már sem beszélhetek. Négyen. Hárman vagyunk, ugye? Mindig is hárman voltunk, mm-hmm. Testvérek. Úgy lesz, hogy mindannyian külön-külön csinálni fogunk egy kaját, és azt odaadjuk a másiknak. Tehát a mai videóban mindenki Gordon Ramsay lesz. Kezdem én a kajacsinálást, utána pedig Bede és Kamilla. És ne szóljatok bele, hogyha nem tetszik olyan, mert én mondom meg, hogy ki mit csinál! Tálalni amúgy ezt úgy fogom nektek, hogy hogyha tényleg így ilyen nagyon-nagyon drága étteremben lennétek, utána meg írok egy nyugtát is. Annak örülni fogtok. Oké. Okay. Mi lesz az első fogás? Hát az, hogy meg a sushi, hát azt meg kell fognom, és utána megcsinálom. Bocsánat. Egy kis... kicsit fájra fog. Csak egy kis enyhén. Oh, ez fájt. Tudjátok, ez nagyon fancy, ez nagyon-nagyon-nagyon fancy meg kéne. Mert meglátod. Ez hogy kéne. Kérdezzetek! Kérdezzetek! Mennyire szeretem sushit, Balázs? Utálom. Így beleteszem. Jó lesz. Hát alakul. És tudjátok, hogy mindegyiket egy kicsit lealapozózom. Tehát mindegyik kap egy kis... Spéket. Most mondjátok azt, hogy nem néz ki jól. De nagyon jól néz ki. Tényleg. Jó lett. És nekem is tetszik. Akkor a pálcika, illetve a rövidnek is egy pálcika, egy... Aha. Ez a pálcika nagyon ritka, ugyanis egy nagyon ritka bambuszfából volt kivágva, ami még az őshonosok laktak benne. Étel! Én szerintem megyek, én már nem. Nem, itt van. Szóval a szószt esetleg kérhetnék? Kapd be! Jó?
már túl sok lesz, ne, ez így szépen, köszönjük. Kamilla! Remélem, remélem ennyi elég lesz. Milyen? Ez fenséges. Fenséges? Mhm. Érzed alatta, hogy 24 karátos kaját eszel? Bizony. Biztos érzed? Aha. Érzed, hogy a beledben teljesen máshogy hadd, mint hogyha egy normális sushit ennél? Az őszintén megvalva, ez a sushi 200 forintos, csak 24 karátos bevonatban van, ezért lett 36 ezer forintos. Tessék. Ez nagyon finom. Most már teljesen máshogy érzem magam. Valóban? Teljesen máshogy érzem magam, valamiért, úgy, mintha megváltoztam volna. Igen, tényleg, uram, tényleg megváltozott. Nem úgy érzi, mintha egy operát el tudna énekelni. Azt egyelőre még nem érzem. De most már valami közeledne. Igen, értem. És kedves Ella. És ha versekbe öntek. Érzéseimet egy japán hagyományos étel felé. Három szemüveg nem lenne elég ahhoz, hogy elolvassam. Ön hogy érzékeli ezt? Azt érzékelem, hogy ez az étel, amit ez a rendkívüli ember adott nekünk, az aztán a fenséges. Először is ezt bebasztuk a mikró. Tényleg, hogyha elmész egy nagyon drága helyre, és tényleg 24 karátos kajákat csinálnak neked, tényleg a mikróba basztuk be bármit, és úgy csinálják meg. Nekem nagyon hasonlít ez a csekk füzetemre. Én nem szavaznék az egészet rátenni a múltra. Azt szerintem mit akarok csinálni? Hol is voilà. Tres, dos, uno! Meg fő. Fogyasszák! Jó étvágyjal a hamburgerlevest. Azért jól néz ki a belsője. Mit te mondjak? Természetesen arany. Csillag is. Nem látom. Hol van? Nem látok. Érez valami különbséget a hagyományos kézműves hamburgertől? Valóban igen. Érzem a különbséget. Mivel ez egy nagy rokás szar. Milyen változás? Milyen változás van? Érzem ezt a változást. Igen. Hogy nagyon szar. Igen, én is ezt éreztem. Persze, nyilván. Mert a hagyományos 500 forintos Erzsike néni boltjában lévő friss hamburger sokkal finomabb, mint az a tegnapi zsömléből elkészített 24 karátos szar. Milyen igényes, azt a... El is tört. Ez alszik, Kamilla kezébe pedig ketté tört, és a kezére ráment. Húzor, meglüggyent a fejed. Az jól sikerül, Kamilla. Na, kész van már. Bede. Ébred már te b***meg! Ez. Ennyi is köszönöm, légy szíves. Légy szíves. És komolyan abba bele kell mártanod? Egyes, szíma. Adjál már nekem, milyen? És most mit félhet tőle? Ajaj. Blom és Simó, mások a menni van. Finom? Adjál már egy boltyot. Hol a ruhátok? Ez nem elég ahhoz, hogy átváltozzunk, érted? Ez vagy pizza kell, vagy sushi, vagy hamburger. Igen.
Hú, ez rossz, finom. De egy kicsit más irányba ment. Mi? Ja, ja. Mit, mi? Újra. Mi történik veled, hogy állandóan így ruhákat cserélgetsz, megváltozik a véleményed, vagy mi? Figyelj csak. Jó. Következő ruha, jó. Oké. Na, ez fel. Végre, visszaváltoztál, hallod? Na jó, köszönjünk el. Balázs! Te mit csinál? Mi történt az én ruhámmal? Sziasztok!